A múzeumbarátok körének múlt heti közgyűlésén volt erről egy előadás. Több mint 10 éves munka után befejeztem a Nem messze van ide Kalocsa című könyvet, ami a kalocsai szállásoknak a népdalait fogja bemutatni, és hát ennek a könyvnek a, mondja, hogy az állásáru ösztartás véget fogok egy rövidke beszámolót tartani, hiszen a munka ugyan készen van, de nagyon sokba fog kerülni a kiadás, hiszen 1300-1400 oldalas könyvről beszélünk, úgyhogy 7 millió forintot elő kell teremtenünk a nyomdaköltségre. Mivel a múzeumbarátok köre nem rendelkezik ezzel az összeggel, támogatókra vár a projekt jelenleg. Én bízom benne, hogy sikerül ezt megteremteni. Azt hozzákötni, hogy a múzeum az elmúlt 10 esztendőben nagyon sokat költött erre a könyvre, hiszen folyamatosan munkákat kellett végezni, és a kisebb kiadásokat a múzeumnak a költségvetésébe be tudtuk építeni. De ezt a nyomdaköltség, tehát a nyomdakiadást nem tudja se a múzeum finanszírozni, se a múzeumbaráti kör, tehát támogatókat keresünk. Hál' Istennek már vannak, tehát olyan félúton járunk a gyűjtögetések körülbelül, de azért még jó néhány millió forint hátra van. Pályázni is nagyon nehézkes ilyen esetben. Könyvkiadásra most egyébként nincsen pályázat. 2 éve próbálkoztunk ilyennel, amikor a kiírásban az sejtetődött, hogy itt meg lehet komolyabb munkákat is finanszíroztatni, hát csaltak a sejtéseink. Tehát ilyen könyvkiadásra néhány 100 000 forintú többet soha nem lehet nyerni. Ez pedig a 7 millió forinthoz nagyon messze van, tehát pályázattal nem megy. Ráadásul a pályázatot nyerünk, néhány 100 000 forintot, az megköti a feladóinkat, hiszen határidőhöz kötött. Saját gyűjtése mellett a Zenetudományi Intézet több évtizedes felvételei is segítették Romsics Imrét.